működik? Falható mindenhol? Ilyen sétálós magam leszek. És először is Soma után szabadon, nem ilyen nagy a hasam. Csak itt van a mikrofon elérhető. Ezért elnézést kérek. Őszintén szólva, amikor tegnap azon gondolkoztam, hogy hogyan kezdjem valami szellemes fordulattal az előadást, akkor gondolkoztam, és ez volt a legnehezebb pontja a felkészülésnek, akkor hirtelen rájöttem, hogy hát hiszen én nagyon szellemesen kezdem az előadást, mert hogy egy filmnál fogom majd illusztrálni a problémámat, vagyis hogy az egész konferenciának a problémáját, központi kérdését, és akkor in medias res, vágjunk is bele a közepébe. Ez egy olyan történet, ami azt hiszem talán egy kicsit idősebb korosztály számára ismerős, mert hogy ez egy olyan mű, ami alapján készült, amit a század elején írt, a 20. század elején írt egy nagyon híres amerikai író, most nem mondom el, hogyha valaki kitalálja és odajön hozzám, az első ember, aki kitalálja és odajön hozzám, azt ajándékot fog kapni. De az a lényeg, hogy ez alapján készült egy film 1952-ben, 51-ben, aminek az a címe, hogy Hely a nap alatt, és mi ezt fogjuk használni problémafelvetésként. Tehát nézzük. A szegény családból származó George Eastman nagybátyja egy gazdag gyárus, aki munkát ajánlnak ki a gyárában. George családi kapcsolatai ellenére csak egy szerény állást kap, és nem kerül be a kiváltságosok körébe, amit viszont nagyon szeretett volna, és ez volt élete legnagyobb vágya mindig is. Mielőtt a gyárban dolgozik, dacolva a munkahelyi szabályokkal találkozgatni kezd egyik munkatársnőjével, Alice-szel, és szerelem szövődik közöttük. Alice egy szegény és tapasztalatlan lány, akit teljesen elkáprázta a George. Mikor George megismerkedik a felső osztálybeli Angelával, gyorsan egymásba szeretnek. A fiút a lány bódító és gondtalan életmódja magával ragadja. Amikor Alice bejelenti, hogy terhes és arra számít, George feleségül veszi, a fiú egyre több időt kezd tölteni Angelával és jómódú barátaival, és Angela családja is kezdi befogadni. Egy sikertelen abortusz kísérlet után azonban Alice ismét sürgetni kezdi a házasságot. George közben meghívást kap Angelától, hogy csatlakozzon egy családi ünnepséghez a tóparti nyaralójukban. Azzal a kifogással győzi meg Alice-t, hogy ez a látogatás a karrierje előmenetelét szolgálja, amit majd születendő gyermekük javára tud fordítani. George szorult helyzetben van. Hiszen, hogyha Alice-t választja, akkor mi fog történni? Összeházasodnak és folytatják azt a szerény, meglehetősen szegény, élménytelen, valószínűleg élménytelen életmódot, amit eddig éltek. Viszont, hogyha Angelát választja, akkor be fog kerülni abba a társadalmi közegbe, abba a csillogó életbe, amire mindig is vágyott. Vajon mit gondolunk? Mit választanánk mi? Önök szerint kit kéne választania? Tartsunk egy próbát, kérem azt, emelje fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy... De úgy őszintén, úgy gondolja, hogy Alice kéne választania George-nak. Igen? És ki gondolja azt, hogy Angelát kéne választania George-nak? Azért vannak ilyen kedvesek. Nagyon jó. Megmutató számomra, hogy maga alternatív, és az alternatívát is elfogadták néhányan. De hát ez egy válogatott közönség, nyilvánvaló, hogy az első, hogy George-ot választották, vagyis hogy Alice-t választották. De miért választották Alice-t? Azért, mert nyilvánvalóan azt gondolják, hogy ez a helyes döntés. Hiszen, hogyha Alice-t választja, akkor cselekszik helyesen, akkor végzi a kötelességét. Ugye? És akkor vállal felelősséget a döntéseiért, az életéért.
És hát mivel voltak, ugye ellen volt, aki Angelát választotta, és azt hiszem, hogyha egy nagyobb közegben tettem volna fel ezt a kérdést, akkor biztos, hogy sokan választották volna Angelát, és hogyha három alternatíva lett volna, akkor mind a háromra szavaztak volna. És ez miért van? Azért, mert mai világunkban nem igazán van egy közös értékrendszer, amiben a társadalom minden tagja vallana. És ugye ez az értékrendszer nem véleményeknek a kérdése, hanem ez egy olyan dolog, ami az emberek belsőjét mozgatja, és az az értékrendszer, ami meghatározza az embereknek, egy közösségnek, egy társadalomnak a közös céljait, meghatározza azt a normarendszert, a törvényeket, ami alapján cselekednek, ami alapján a döntéseiket meghozzák, ami alapján mondják, hogy valami, gondolják, hogy valami helyes vagy helytelen, és hogyha megvannak a közös célok és a közös erkölcsi elvek, akkor lehetséges az együttműködés ezek érdekében, de teljesítése érdekében, és hogyha ez megtörténik, akkor a társadalom nyugalomban, biztonságban és békében él. Ugye ez az ideális helyzet, csak sajnos azt látjuk a mai világban, hogy nem feltétlenül ez a helyzet. Mert hogy egymással rivalizáló értékrendszerek élnek ma együtt, és igazából nem mindig az történik, hogy közös a cél és közös a cselekvés. Sőt, az is történik, hogy aki betartja a darmát, betartja az elveket, az erkölcsi elveket, a helyes viselkedést, arra kezdenek kicsit furcsán nézni a többiek, mert hogy a médiában nem feltétlenül azt propagálja számunkra, hogy igen, mondjál le dolgokról, mert hogyha lemondasz az azonnal kapható instant érzékkielégítésről, akkor majd mindenféle táblázati célokat el fogsz érni. Nem ezt látjuk, ugye? Hanem aki lemond bármilyen jó dologról, az nem postogának tekintik, vagy aki bármilyen szempontból is mértékletes, azt hát ugyan mehet, mit gondol ez. Tehát inkább egy kicsit olyan baleknak tekintik azokat az embereket, akik az erkölcsi elveket betartják. Látjuk ezt is, nem kell beszélni többet róla. De térjünk vissza George-hoz. Vajon George honnan tudta azt, hogy mi a helyes döntés? Miért döntött úgy, ahogy döntött? Honnan tudjuk valamiről azt, hogy helyes vagy helytelen? Ugye? Nos, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni ma. Mert hogy ezt a darmától, ami az India, ahogy beszélt erről első titkár úr, és Sankoly Gábor is, a darma, ami az ősi indiai szentírások alapján jelenti az etikát és az erkölcsi elveket. És ugye az etika és az erkölcsi elvek eredete és az életben betöltött szerepe, ez lesz a fő témánk. De ami a legfontosabb, és az igazán életbe vágó és húsba vágó kérdés a mai konferenciánknak, azt, amit József Attila idézet is jelképez a konferencia címe, a két hexameterből, hogy miért legyek én tisztességes? Megéri-e a mai világban tisztességesnek és elkölcsösnek lenni? De lehet, hogy kicsit jobban kell, oda kell figyelni erre a képre, hogy megértsük a mondani valóját. Lehet, hogy a tanok padján ülve egy rendkívül rossz arcú vádlott esetében kockázata van annak, hogy elmondjuk az igazságot. Komoly kockázata van. Hallottunk ezekről a történeteket, és még variálhatnánk, hogy milyen kockázatokkal jár, hogyha az ember képviseli a darma elveit, az erkölcs elveit. Hiszen mit látunk sokszor? Azt, hogy az emberek akkor jutnak előre, hogyha mindig megtalálják a kiskapukat, és azok jutnak látványosan előre, akik állandóan ezt teszik, és akkor azok pedig, akik ezt nem teszik, sokszor úgy tűnnek, hogy ők a vesztesek, ők a lúzerek az életben. És miért akarnánk mi szegény George-ot a lúzerek között látni? Miért akarjuk ott látni? Hát, igazából ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni, és azt hiszem, hogyha valaki kíváncsi
a film történet végére, remélem sokan kíváncsiak, akkor majd az lesz a jutalom az előadásom végén, ha valaki figyelmesen végignézte, akkor meg fogja ismerni, hogy George hogy döntött és mi a végkimenetele a sztorinak. De eddig is vágjunk bele a témánkba. Nézzük meg, hogy azok az alapfogalmak mit is jelentenek definíciószerűen, mégpedig milyen kontextusból veszem itt a definíciókat. Ezt a mai nyugati filozófia többségi álláspontja alapján, konszenzuális álláspontja alapján fogom elővezetni, hogy mi is az erkölcs, etika és erkölcs jelentése, és aztán utána a darmái. Tehát az etika, az erkölcs filozófia, vagy morál filozófia fogalma szerint azt jelenti, hogy a helyes cselekvésre vonatkozó erkölcsi parancsok filozófiai megalapozása. Tehát ez egy filozófiai megalapozás, ami azt jelenti, hogy nem konkrét szabályokat tartalmaz, hanem azt mondja meg, hogy általában az életnek milyen céljai vannak, és ehhez általában milyen szabályokat kell követni. Magyarán az értékrendszert alapozza meg az etika. És ehhez ugye feltétlenül szükséges, hogy tudjuk, hogy mi az életnek a célja, ahhoz, hogy az értékrendszer ahhoz képest kialakul, ki tudjon alakulni. És ez az értékrendszer belsőleg is kötelezi az ember. Tehát ezt nem kívülről erőltetik az emberre jó esetben, hanem a neveléssel már időben, a szocializációval már időben belé nevelik. Ehhez képest az erkölcs az már a gyakorlati szabályok gyűjteménye. Tehát az alapján el lehet dönteni, viselkedési szabályok gyűjteménye, azok alapján el lehet dönteni, hogy bizonyos helyzetekben hogy kell viselkedni. Tehát mi a helyes viselkedés, és mi a nem helyes, mi a helytelen viselkedés. Figyelem, ez a mai filozófia álláspontja, amit mondok, ezt mindig hangsúlyoznom kell. Tehát a történelem azt mondja, hogy a történelem folyamán gyakran változik, és egy időben különböző erkölcsi nézetek léteznek. Magyarán ez egy, mind a kettő egy semleges leírást adott az etikáról és az erkölcsről, a két definíció. Ugyanakkor megállapítja ez a szemlélet, a mai filozófiai szemlélet, hogy az erkölcsnek vannak általános alapelvei, amelyeknek minden erkölcsi rendnek meg kell felelnie. És ez pedig egyrészt az, hogy kell, hogy legyen az emberiségnek egy közös értékrendje, amiről előbb is beszéltünk. Kell, hogy legyen. Mert hogyha nincsen közös célja és közös értékrendje, akkor nem tudunk beszélni erkölcsi rendről sem. És ahhoz, hogy a közös cél és közös értékrend igazán dinamikus és működőképes legyen, ahhoz nem csak egy statikus erkölcsi értékrendnek kell működnie, hanem kell, hogy legyen az emberiségnek jövőképe is. Tehát, hogy mit tekint az iránynak, ami felé a társadalomnak mennie kell. És akkor minden ebből következik, mert hogy ezt is, azt is feltételezi, hogy az emberiségnek van feladata, aminek beteljesítéséhez kell egy közösségi szellem, és akkor a közösségi szellem afelé mutat, hogy az emberek működjenek együtt a cél érdekében, és akkor az erkölcs egy olyan viselkedési rendszer szolgáltat ehhez, ami ezt segíti. És akkor ez a közös cél, vagyis a közös jövőkép, ez pedig abból indul ki, ami most ugye egy nagyon általánosan ismert dolog már, hogy az emberiség része a bioszférának, egy emberi fajként része a bioszférának, és egyfajta egységes emberi társadalomról beszélhetünk, és életének minden egyes mozzanata hatással van a bioszférára és az emberiségre. Azért tettem oda azt a kis pillangót, hogy engem emlékeztessen rá, hogy biztos mindenki hallott már a pillangó hatásról. Ki az, aki nem hallott még róla? Ó, hát egy nagyon művelt közönséggel van dolgunk. Ez a káosz elméletnek ugye az egyik tétele vagy kiinduló példája, ami azt jelenti, hogyha mondjuk Japánban egy pillangó megrebegteti a szárnyát, annyira komplexen összefügg az egész világ, minden jelenség mindennel összefügg, hogy akkor mondjuk a csendes óceán partján Amerikában ki fog törni egy tájfun. Tehát pusztán ettől, mert hogy a dominó hatás következtében minden összefügg elve szerint így valószínűsíthető. Ez persze bebizonyított, vagy hát nem, soha nem bizonyították be, hogy ez a példa valóban így működik, de nagyon jól hangzik és nagyon sokat alkalmazzák.
Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy az embereknek ezt a közös jövőképet képesek kell lenniük felmérni, hogy ennek érdekében mi a helyes cselekvés és mit kell cselekedniük. És ennek megfelelően kedvező irányba fordítani a történéseket. Na most, vegyük észre, hogy itt most gyakorlatilag nem beszéltünk arról, hogy mi a tartalma ezeknek az erkölcsi elveknek. Tehát mi az, ami helyes, vagy mi az, ami helytelen. Csak arról beszéltünk, hogy szükséges, hogy legyenek közös értékrendszer, szükséges, hogy legyen közös erkölcsi elvek, mert hogy ez szükséges az együttműködéshez, de hogy az micsoda, mik ezek, mi határozza meg ezeket az értékeket, arról nem beszéltünk. Erre majd később visszatérek, mert ez egy kulcsponti kérdés. És most egyelőre csak annyit mondok erről, hogy azért nem beszéltünk, mert ez filozófiai síkon beszélünk most ezekről a fogalmakról. És a filozófia az emberi racionalitással próbálja meg, racionalitás eszközével próbálja meg bebizonyítani a dolgokról, hogy mi az a dolog. És az emberi racionalitással nem mindig lehet eldönteni valamiről, hogy jobb egy dolognál, vagy kevésbé jobb. Tehát, hogy le lehet írni a dolgokat, de dönteni, értékelő döntéseket racionális alapon nem mindig lehet hozni, sőt, hát majd látni fogjuk, hogy igazából nem lehet hozni. Ezzel szemben mi most áttérünk a darmára, a darmának az ismertetésére, amiről már ugye bevezetőben is beszéltünk. Ez nem egy filozófiai fogalom, hanem ez egy teológiai fogalom. Ami azt jelenti, hogy egy istentudatos világképnek, egy szentírásokon alapuló világértelmezésnek a része. Ugye még a filozófiánál a legfőbb pramán, ahogy mi mondjuk, a legfőbb bizonyíték az, amit az emberi észre be tudok bizonyítani és be tudok látni, addig egy vallásos világképben, egy teológiai világképben mi a legvégső bizonyíték? A Szentírás, amit úgy hívunk, hogy sabda. Tehát, és hogyha ez a sabda, amit mond, ellentmond a racionális ésszel, akkor mi fog döntő lenni? Mi az, ami eldönti, hogy mi a valóság, mi az igazság? A sabda fogja eldönteni. Tehát ez a különbség a két fogalom között, de persze majd, hogyha látunk, megyünk előre, majd látni fogunk még sok érdekességet. Az a lényeg, hogy a darma, ahogy politikai titkáról is már nagyjából elmondta, a védikus irodalom egyik legfontosabb fogalma, és számtalan jelentése van, de ami a legfontosabb jelentése, az a kötelesség. És a kötelesség, amelyet az az értékrendszer szab meg, amely a darmán alapul. Tehát egy kicsit összefügg a kettő, kicsit egymásból tudjuk magyarázni, mert hogy a darma jelentése rendkívül komplex. Isten határozza meg, Isten adja át különböző áttételeken keresztül a Manus Amhitában, az emberiség törvénykönyvében az emberek számára, és két szintje van. Az első szintje a lélekhez kapcsolódó szint. A lélekhez mind az anyagi, mind a lelki világban, mind a transzcendentális világban, tehát nem az anyagi testünkhöz kapcsolódik, hanem az élőlényhez, aki mi vagyunk, aki minden körülmények között és mindig érvényesülő kötelesség, ez a lélekhez kapcsolódik, és mindig érvényes mindenkire. A második szint, most nem beszélek erről többet, mert majd fogunk még beszélni róla. A második szintje az, ami az emberek speciális helyzetének és tulajdonságainak és élethelyzetének megfelelő kötelességeit jelenti, ami azt jelenti, hogy ez attól függően, hogy ki milyen helyzetben van, változhat. És éppen ezért, mivel a darma fogalma kétszintű, ezért a követésével is kétszintű célt lehet elérni. Egyrészt, hogyha valaki követi az első szintű darmát, akkor el lehet érni az önmegvalósítást, és ami a vajsnavák számára visszatérés az örök lelki otthonból Istenhez, Krisnához. Viszont, hogyha követi ezt az emberek számára elért darmát, ami ugyanaz gyakorlatilag, mint az erkölcs, és egy fogalma, vagy ez egy fogalma, hiszen a darma mind a kettőt tartalmazza, akkor mit fog elérni? A legjobb minőségű életet, azért legjobb minőségű emberi életet.
mert ez biztosítja a dharma, hiszen a dharma egymás tiszteletén és szolgálatán alapul. Ezek azok az értékek, amik abszolút kitüntetettek, és az egymásért való áldozathozatalt tanítja. És hogyha ez működik egy társadalomban, az emberi kapcsolatokban, hogy nem mindenki nagyon önző, hanem mindenki a kötelességét végzi és képes arra, hogy szolgáljon másokat, akkor ugye mindenki meg fogja kapni azt, ami az ő számára fontos, és az együttműködés nem lesz probléma a társadalomban, és béke és harmónia fog ráköszönteni. Na most, ami miatt láthatjuk, hogy az erkölcs, a filozófia alapján megalapozott erkölcsfogalom és a dharma alapján megalapozott erkölcsfogalom gyakorlatilag ugyanaz. Hiszen közös értékrendszer, viselkedési szabályok, amik meghatározzák, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor felmerül a kérdés, hogy miért kell nekünk ezzel nyugati embereknek itt ma Magyarországon, Budapesten foglalkoznunk egyáltalán. Hát miért? Miért fontos ez? Miért operálunk a dharmával? Hát operáljunk a nyugati erkölcs fogalommal és kész. Azért, mert a dharmának van tartalma. Vannak tartalmi elvei. Még ugye az elején a filozófia alapján leírt dharma erkölcs fogalomnak nincsenek konkrét elvei, hiszen attól tartózkodik, hogy elmondja, személyesen tartózkodik, hogy elmondja, hogy mi is a tartalma az erkölcsi elveknek, ami eldönti, hogy helyes vagy helytelen. Addig a dharmának nagyon is van tartalma, és négy fő elve van a dharmának, négy fő tartalmi eleme van, és mondhatjuk azt, hogy az emberi viselkedés, hiszen a Manusamhita számtalan emberi helyzetet leír, és számtalan emberi viselkedési szabályt leír, de ezek a viselkedési szabályok mindegyike visszavezethető erre a négy fő elvre, és amiről már Sonkoly Gábor beszélt, Ráda Nándász beszélt, hogy ez a dharma négy lába, ami lemondás, szanszkrit terminológiával tapa, tisztaság, saucam, kegyesség, daya és igazmondás, szatyam. Nem beszélek ezekről most többet, mert az elkövetkezendő négy előadás úgyis ezekkel fog részletesen foglalkozni. Persze természetesen fogjuk megérinteni őket. És akkor itt rájövünk arra, hogy ez a dharma, ez nem csak, hogy tartalmi elveket ad számunkra, hogy mi az, ami meghatározza, hogy mi a helyes és mi a helytelen tartalmilag, hanem azt is elmondja, azt is állítja magáról, hogy ez mindenkorban, minden emberre érvényes lakóhelyről függetlenül. Vagyis ezek univerzális elvek. Ne ijedjük, meg fogom még folytatni. Ha az a kérdés felmerül most, hogy de miért ilyen szemérmes a nyugati filozófia? Miért nem akar tartalmilag mondani semmit sem arról, hogy mi az erkölcs és mi az etika elvei? Miért nem? Hát ennek nagyon, messzire vezető okai vannak, vagy nagyon sokféle oka van, de amit én látok, annak a legfontosabb oka az, hogy ahogy szokták mondani, a nyugati civilizáció két lábon nyugszik. Egyrészt az antik görög, aténi demokrácia vagy politikai filozófia, a másik pedig ugye az keresztény, zsidó keresztény gyökér. És mivel a filozófusok, hiszen az emberi racionalitás alapján dolgoznak, és Isten léte, a vallás léte transzcendentális dolog, ami nem bizonyítható racionalitás alapján, ezért teljes mértékben elvetik, hogy azt, hogy transzcendentális gyökere lehet bármilyen, transzcendentális magyarázatot lehet adni bármire. Ezért vallási gyökerű igazolás nem létezhet, ezért elvetik ezt a zsidó-keresztény gyökért, és megmarad az antik gyökér, amiről majd továbbiakban beszélni fogunk. Igen ám, de ez nem csak ennyit jelent, hanem ez azt is jelenti, hogy egyben a vallást azt
történelmi terméknek tekintik. Tehát nem az van, hogy egy vallásnak az elvei azok örökre érvényesek, hanem mivel sokféle vallás van, ezért is a történelem folyamán változnak, akkor a vallás az egy történelmi termék, és igazából nem lehet eldönteni, hogy melyik jobb, melyik rosszabb. És akkor, hogyha tovább megyünk, még az ember szintjére, az egyéni szintre, akkor láthatjuk, hogy ha ezt gondolkozunk, akkor látjuk, hogy hát mindenkinek más a jó. Mindenki másról gondolja azt, hogy neki az jó, hogy neki az hasznos, az neki az érték, vagy nem érték. Tehát az értékrendszer az egyéni szinten van. És akkor el mit mond a nyugati filozófia? Azt mondja, hogy hát igazából nem lehet eldönteni, hogy melyik jobb és melyik rosszabb. És ezt hogy hívjuk? Ezt hívjuk relativizmusnak. Amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy a versengő értékek közül melyik a jobb, milyen hierarchia van közöttük. És ez valójában elvezet oda, ahogy itt Leo Strauss, egy 20. századi nagyon nagy politikai filozófus mondta, hogy az emberiség ezzel a gondolkodással, hogy feladta a transzcendentális horgot, feladta az egy fix pontot, ami nem lehet más, csak transzcendentális, amiről ugye mit mondott, aki Archimédész mit mondott, hogy adjatok nekem egy fix pontot, és kiforgatom négy sarkából a Földet, ugye? Tehát nincs, elveti, a filozófia elveti ezt, a relativizmus elveti ezt a fix pontot, nem lehet fix pont, hiszen mindenkinek más az értéke, akkor nincsen fix, és transzcendentálisan nem lehet ez, nem lehet ebben hormonozni, akkor elindul egy lejtőn az emberiség. És mi lesz a vége, amikor már nem csak, hogy az értékek között nem fog dönteni, hanem már az sem tudja eldönteni, hogy valami értéke vagy nem, sőt, a lejtő alja az a nihilizmus, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy nincs is érték. Hogy semmi sem érték, és minden lehet. Ugye? És ez a nagy különbség a dharma felfogás és a filozófiai felfogás között. Ugyanakkor, hogyha ezt kicsit tovább megyünk, akkor a nyugati filozófusok, erkölcsi filozófusok ez alapján, a szemlélet alapján azt mondták, hogy hát mivel nincsen transzcendentális hormon, nem lehet egy tökéletes erkölcsi rendet alkotni. Nincs egy tökéletes erkölcsi elmélet, ami megmondaná punktum, hogy mi a jó és mi a rossz. Hanem ezért a maximális cél az lehet, hogy megtaláljuk azt az erkölcsi rendet, ami a lehető legjobb. Bár, ugye volt egy ilyen nagyszerű 18. századi filozófus, akinek nevét mindenki ismeri, Kant, ő még próbálta megtalálni a univerzális erkölcsi elveket, az erkölcsi rendet, és akkor nem is kellett hozzá számára Isten. Ő úgy gondolta, hogy azzal, hogy az emberi racionalitásnak megtalálta az elveit, azzal gyakorlatilag bebizonyította az erkölcsi rendnek is a létezését. Igen ám, de az okos, tényleg okos filozófusok bebizonyították, hogy az ő világrendje, erkölcsi rendje sem más, mint a saját protestáns erkölcsi rendjének a leképeződése. Tehát, hogy az is egy vallásos világképnek a racionális fogalmakkal való leírása. Igen, ugyanakkor Kant egy nagyon fontos dologra rámutatott, hogy ahhoz, hogy a versengő erkölcsi értékek között tudjunk hierarchiát hozni, létrehozni, ami viszont nagyon fontos, ahhoz kell, hogy legyenek olyan univerzális elveink, amiket nem a történelemből vettünk, hanem amik valahonnan származnak. Hogy honnan? Azt nem tudjuk. Viszont a modern korra, mai napra kialakult az a helyzet, amit McIntyre, ez a jelen pillanatban a legtekintélyesebb erkölcsfilozófus, amerikai erkölcsfilozófus így ír le, hogy az általunk benépesített valós világban az erkölcsi nyelvezet a súlyos rendezetlenségnek az állapotában van. Egy fogalmi rendszer töredékeivel olyan részelemekkel rendelkezünk, amelyek nélkülözik azokat a kontextusaikat, amelyekből jelentésük származott. Valóban rendelkezünk a moralitás képmásával, és továbbra is használjuk az alapvető kifejezések jelentős részét.
ám jó rész, de lehet, hogy már egyáltalán nem értjük többé, mi az erkölcs, sem elméletileg, sem gyakorlatilag. És McIntyre azt is megállapítja, hogy ez az állapot a felvilágosodás óta tart. Tehát azóta az ember nem képes erkölcsi rendet találni és erkölcsi rendben, univerzális erkölcsi rendben gondolkozni. És ennek feltétlen szükségességére szintén rámutatott McIntyre, és azt a megoldást javasolja, hogy menjünk vissza a görög erényfelfogáshoz. Miért a görög erényfelfogáshoz? Miért nem a zsidó keresztény felfogás gyökérhez? Hát ezt előbbre magyaráztam, azért nem filozófiáról van szó. És az pedig transzcendentális horgokkal rendelkezik, amit elvet a filozófia, mert nem tudja bebizonyítani. Éppen ezért most, akkor térjünk át a görög erkölcsi, a legjobb erkölcsi rendnyomozásba, ugye? És nézzük meg, hogy a görög etikai filozófiának mi hogyan alakul ki. Csak röviden. Ez a visszavezethető az Iliász korabeli görögökig, ami ugye az időszámításunk előtti 12. század körülbelül az, amikor még a jó fogalmát nem ismerték abban a minőségben, ahogy most ismerjük, ami egyénhez kapcsolódik, hanem csak az erény fogalmát, és ez az erény fogalom pedig a társadalmi rendben elfoglalt helyhez kapcsolódó. Tehát, hogyha valaki harcos, akkor erényes, hogyha beteljesíti a kötelességeit, és akkor nem erényes, hogyha nem teljesíti be a kötelességeit. És éppen ezért a funkcionális társadalmi rend az egyenlő volt az erkölcsi rendben is egyben. Amikor ez a társadalmi rend felbomlott, ugye, ez egészen az időszámítás előtt 8. századig bomlott, amikor kialakultak a városállamok, akkor fokozatosan ezekkel a társadalmi helyzethez kapcsolódó erényekkel és jó tulajdonságokkal az egyént kezdték el jellemezni. Igen ám, de mivel megjelentek ugye a városállamok, mindegyikben különböző volt a politikai rendszer. Kialakultak különböző helyi szokások, helyi értékrendszerek, helyi normarendszerek, és akkor utazások meg a kereskedelmi kapcsolatok folyamán, amikben egymással felléptek, világossá vált, hogy akkor most, ha itt ez van, ott ez van, akkor ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk elutazok Athénba, Spártából, akkor én egyben megválasztottam azt az erkölcsi rendet is, amit élni szeretnék. És ha visszamegyek Spártába, akkor meg ott egy egészen más erkölcsi rendet kell élnem. Tehát ez hogy van? Az továbbra is bizonyos volt, hogy az erényes ember az a jó ember. De az, hogy ez az erény, ez micsoda? Mi az erénynek a tartalma? Tehát mi is az, hogy erényes? Mit jelent? Az már nagyon nagy mértékben vitatottá vált, hiszen mindenhol más jelentett. De egy erény az kiemelkedett. Az igazságosság. És ez lett a döntő közös erény. Vajon miért? Hát mert lehetséges együttműködés, lehetséges kereskedelem, lehetséges gazdasági kapcsolat, hogyha nem ugyanúgy ítélik meg azt, hogy mi a becsületes és mi a nem becsületes. Mi a tisztességes gazdasági viselkedés, mik a szerződésnek az alapjai. Lehetséges? Nem lehetséges. Ugye? Kell, hogy legyen valami, ami alapján az peres ügyeket eldöntik. Egymás közötti vitákat eldöntik. Ezért emelkedett ki az igazságosság, mint döntő közös erény. Aztán, hogy ez hozta létre egyébként a szofista filozófiát is, az 5. században, időszámításunk előtt 5. században. Hogyha szofisták után már egy következett ugye Szókratész és Platón az 5.-4. században, és akkor igazából itt az aténi demokráciáról beszélünk már, amikor már Atén kiemelkedett, mint a városállamok között a hegemon városállam, és ez mindaddig tartott, amíg ugye Spárta le nem taszította őt ebből a pozícióból. Tehát itt most Aténről beszélünk elsősorban. Itt Szókratész, ugye, aki nem írt egy sort sem, viszont Platónnak a tanítómestere volt,
ez a legrendmester, ez a mi terminológiánk, úgyhogy ez számunkra természetesen mindig így nevezünk meg, de hát lényegében lelkitanítómesternek is hívhatjuk. És Platón és Szókratész miből indult ki, amikor az erkölcsi rendszerről beszélt, mert a görög erényfelfogás mindig a társadalmi cselekvésből indul ki. Tehát mindig a poliszon belüli politikai viselkedésből, abból, hogy mi a helyes cselekvés, mi az, ami a közjót leginkább szolgálja, ehhez kapcsolódóan mi az erkölcsös viselkedés, és hogyan épül fel az a társadalmi rend, az az állam, ugye, ami ezt követi, és ami a legjobb állam, ami mindenki számára a legjobb életet biztosítja. Nem az ideális életet, mert arra azt mondja Szókratész, hogy az ideális állam, azt a filozófusok vezetnék, de hogyha a filozófusok vezetnek egy államot, az mindenki számára rossz lesz. Az csak a filozófusoknak lesz jó, mert ugye a filozófusoknak olyan következetes és lemondott elveik vannak, amiket egy kevésbé megvalósított, vagy kevésbé fejlett ember nem fog tudni követni, hogy szenvedésként fogja átélni. Ezt ugye Szókratész belátta, és azt mondta, hogy akkor persze akkor a legjobb társadalmi rendet, amit mindenki követ, azt kell keresni. És akkor Platón ugye az Állam című művében az igazságosság és a legjobb rend kérdéseivel foglalkozik. És akkor hogy definiálják az igazságosságot? Ugye ez valójában ugye Szókratésznek a definíciója, amit aztán Platón a dialógusaiban kibontott, hogy úgy, hogy mindenkinek meg kell kapnia, ami neki jogosan jár, tehát azért a tettért, amit ő befektet a társadalomban, amilyen munkát ő végez mások javára, tehát azt vissza kell kapnia, ugyanakkor ezzel egyszerre a közjónak is be kell teljesednie, tehát a közjónak is fenn kell maradnia. És akkor ezt hogyan próbálja levezetni? Ez persze nyilvánvaló, hogy összefügg az erényes viselkedéssel, tehát az akkor beteljesíthető, hogyha az emberek erényesen viselkednek. És akkor az erények hogy kapcsolódnak? Az erények valójában a lélekhez kapcsolódnak, az ember lelkéhez kapcsolódnak, aminek három része van. Az isteni ész, a tetterő és a vágyakozás, és mindegyikhez csatlakozik egy erény. Az észhez a bölcsesség, érthető módon, a tetterőhöz a bátorság, a vágyakozáshoz a mértékletesség, és ami uralkodik fölöttük, az az igazságosság, hiszen az az igazságosság a legfontosabb erény, mert hogy a politikai cselekvést, a közös tetteket, az államban végrehajtott, közös, a közértékében végrehajtott tetteket, azokat az igazságosság határozza meg, ezért az a legfontosabb erény. És ha meg jobban megnézzük, akkor látjuk, hogy a platóni erények az ideák birodalmában gyökereznek. Azaz, az ideák hierarchiában vannak, és a legfelső a jó ideája. Magyarán Platónnak van transzcendentális horga. Tehát éppen ezért ő el tudja dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mi az erény és mi nem erényes. Ugye? Mert ezt határoztuk meg előbb a dalmával kapcsolatban. És akkor azt mondja, hogy a legfőbb jó, az, ami az emberi létezés célja is egyben, ez nem más, mint a boldogság. Milyen meglepő, ugye? Azt hiszem semmi meglepő nincs benne, ez természetes módon így működik minden élő lény, nem csak az emberek, hanem minden élő lény ez a nerv alapján működik. De ami igazából meglepő lehet számunkra, hogy ami ezt a boldogságot biztosítja, az az erényes élet. És nincsen kérdés, nincsen hezitálás, nincsen alternatíva. Teljesen egyértelmű Platón számára, hogy az erényes élet az, ami a boldogságot biztosítja. És az ideálra való elmélkedés a valódi bölcsességnek a forrása, mert az érzéki tapasztalat az csak. És hogyha tovább megyünk Arisztotelészig, aki ugye Platónnak volt már a tanítványa, és aztán Arisztotelész pedig Nagy Sándornak a tanítványa volt, vagy Nagy Sándornak volt a tanítómestere, és azért is nagyon fontos Arisztotelész, mert McIntyre igazából Arisztotelészig nyúlik vissza, és pont azért, mert hogy Arisztotelést azt különbözteti meg Platontól, hogy ő már nem ismeri el az abszolút jólétét. Tehát már megtagadja azt, hogy van transzcendentális horog. Nincsen transzcendentális horog, mert ahány ember annyiféle jó, mert minden ember másban találja meg a neki megfelelő jót. Ugye? Ez az erkölcsi relativizmusnak a kezdete.
És nem véletlen, hogy eddig megy vissza McIntyre, mert ez a legkorebb, ez amivel ide tud visszamenni. De ennek ellenére még mindig ugyanazt mondja, mint Platón és Szókratész mondott, hogy a boldogság az, ami a cél, és viszont a boldogság a legnemesebb boldogság. Milyen érdekes, hogy nem tud, nincsen relativizmus van, tehát nincsen a jók között különbség, de mégiscsak beszél egy legnemesebb boldogságról. Ez egy kicsit azért ellentmondásos. Nem ismerem ennyire Platónnak a tanításait, hogy ezt megmondjuk, hogy ezt hogyan magyarázza, hogy nincs is hierarchia, de közben mégiscsak van. Minden esetre ez egy kicsit feltűnő. De ő is ugyanazt mondja, mint Szókratész és Platón, hogy a boldogság az erények tökéletes alkalmazása. És akkor Arisztotelész már így teszi fel a kérdést, hogy hogyan válhat egy ember erényessé és a legnemesebb értelemben boldoggá. Tehát a legnemesebb értelemben boldoggá. Már megint itt van a hierarchia. És akkor Arisztotelész azt mondja, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy mi az erény, hanem az, hogy hogyan jön létre. Mert hogy igazából mindenből lehet erény. Az emberi viselkedés minden mozzanatából lehet erény, és akkor az erényeket az ember születésekor készen kapja, a társadalomban szocializálódva kapja, tanulja meg, és aztán szokás útján sajátítja el, azaz úgy lesz bátor, hogyha bátran viselkedik, úgy lesz erényes, hogyha erényesen viselkedik, úgy lesz igazságos, ha igazságosan viselkedik. És akkor hogyan lehet erre még is szert tenni? Azt mondja Platón a kérdésre váló válaszként, a liberális nevelés útján. Ugye? Nem hangzik mostanában túl jól ez a jelző, hogy liberális nevelés, de Platón nem is azt értett, vagy Arisztotelész nem is azt értette, amit ma, hanem azt, hogy szabad emberré nevelés. A szabad ember azt jelenti, hogy aki nem rabszolga ezen túl, azt is jelenti, hogy aki képes arra, hogy eldöntse, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt hogy tudja eldönteni? Úgy tudja eldönteni, hogy ismeri az ezzel kapcsolatos filozófiai nézőpontokat, azaz azzal tölti az idejét, hogy tanulmányozza az antik szerzők, a nagy filozófusoknak az ezzel kapcsolatos írásműveit, és azt megvitatják, ugye? És akkor képezi és műveli az elméjét erre. Arisztotelész ezeket az erkölcsi erényeket sorolja fel, és látjuk, hogy a bátorság, mértékletesség és igazmondás itt, igazságosság itt is itt van. Tehát három erény kapcsolód, három erény ugyanaz, mint Szókratésznél és Platónnál. Mi az, ami hiányzik? És itt is megint a legfőbb erény az igazságosság. Nagyon érdekes, hogy mivel magyarázza ezt Arisztotelész, hogy miért az igazságosság a legfőbb erény. Azért, mert az összes többi erény, mind a másik 11 erény, az annak az alanya és a tárgya ugyanaz. Tehát az ember saját magán tud munkálkodni csak, hogy ezeket az összes többi erénybe beteljesítse. De az igazságosságnál, az embernek, az igazságosságnak mind az alanya is lehet, de a tárgya lehet más is. Egy másik emberrel kapcsolatban is lehet alkalmazni a törvényeket, sőt kell is alkalmazni. És aki tudja ezt alkalmazni, az egy magasabb rendű ember. És éppen ezért az igazságosság az, mivel másokkal szemben is lehet erényként alkalmazni, ezért emelkedik ki a többi közül. És hogyha összehasonlítjuk akkor az erényeket, akkor látjuk, hogy Arisztotelésznél hiányzik a bölcsesség. Vajon miért? Hát ennek nagyon egyszerű oka van, mert mit jelent a bölcsesség Platónnál? Azt jelenti, hogy ez ideákon, a jó ideáján való meditálás, azon való gondolkozás. Ez jelenti a bölcsesség. Vagy ami Arisztotelésznél már nincsen meg. Őneki már nincsen olyan, hogy jó ideája, mert hogy azt mondja, hogy mindenkinek az a jó, ami a jó neki. És ugyanakkor azt is mondja, hogy nem a jó kell meditálni, hanem a tapasztalati tudást kell gyűjteni, mert nem az érzékszerveink csalnak, ugye ahogy Platón mondja, mert Platón azt mondja, hogy az érzékszervek csalnak, ezért kell meditálni a jó. Ezzel szemben, mit mond Arisztotelész? Arisztotelész azt mondja, hogy az érzékszervek nem csalnak, legfeljebb, ahogy mi gondolkozunk, ahogy következtetünk az érzéki tapasztalatból, az lehet hamis. Éppen ezért a filozófusnak, a tudósnak nincs más dolga, mint gyűjteni a tényeket, gyűjteni szorgalmasan, aprólékosan a tényeket, és hogyha ellentmondásba kerül az értelmezésünk, akkor azokat az ellentmondásokat ki kell küszöbölni. Tehát ez a tudósnak és a filozófusnak a dolga. Akkor most térjünk át a védikus erkölcstanra. Miért?
Azért, mert láthatjuk, hogy itt most egy olyan tartalmi elemekről beszéltünk, kijöttek az erények, négy főerény, kijött a platoné és az arisztotelészi rendszerből, és nagyon érdekes lesz, hogy bár filozófiai gondolkodás útján jutottak erre a következtetésekre, ezekre a következtetésekre az erkölcsi rend tartalmi elemeit illetően, ugyanakkor a védikus erkölcstan, ha megnézzük, gyakorlatilag ugyanezekre az erényekre jut, egy transzcendentális vallási rendszerből kiindulva. Mert itt egy teleológikus világképről van szó, ahogy elmondtam, teokratikus társadalmi rendről, ahol a brámanák, a papi osztály, a vezetőrend, mármint az védikus rendről beszélek most, és forrása a védikus szentírások, amelyek legalább 5000 évesek. Ami azt jelenti, hogy indológiailag ezt már erre még mindig folynak a viták, hogy mi van ebben, nem is megyek bele, de a hagyomány szerint, ahogy maga a védikus szentírások magukról írnak, az írásba foglalás az legalább 5000 éves, amikor írásba foglalták a szentírásokat. És ha megnézzük ezt a négy fő erényt, lemondás, tisztaság, kegyesség, igazmondás, és ugyanazt mondhatjuk róla, hogy az egyvilágban létező legnagyobb boldogságot ezek követésével érhetjük el. Ugyanazt mondja Platón, Arisztotelész az erényeiről. De még mindig fenntartjuk azt, amit az elején mondtunk, hogy a legvégső boldogságot, az önmegvalósításból eredő boldogságot, azt is ezzel lehet elérni. De majd még végén látjuk, hogy pontosan hogyan. Azonban a helyzetet bonyolítja egy kicsit a védikus időszemlélet, ami ciklikus. Nem lineáris, mint a nyugati időszemlélet, hanem azt jelenti, azt úgy gondolja, hogy minden, hogy teremtésnek van eleje, kezdete és vége, és ez ciklikusan ismétlődik, és még a teremtésben is ciklikusan ismétlődnek a különböző dolgok. Mégpedig úgy, hogy kezdődik a legjobb korral, ezt Szatyajugának hívjuk, ahol az összes erény él. Dalban mind a négy lába él. Aztán a Krétajugában, ahogy degradálódik egyre az élet, a lemondás eltűnik, aztán a Dváparajugában a tisztaság tűnik el, a Kaliugában pedig már a kegyesség is eltűnik. És akkor, ha tudjuk, hogy most a Kaliugában élünk, és már csak az igazmondás létezik, ami szintén a végére, de az még nem kell megérni, az még körülbelül 427 ezer év múlva fog megkövetkezni, tehát ez is el fog tűnni a végére, akkor mi az, ami érdekes számunkra? Az, hogy az igazság és igazságosság Kaliuga az ugyanaz, mint főerény, ugyanaz Platónnál, Arisztotelésznél és a Dharma szerint is. Igaz? Erre emlékszünk. Az igazságosság, igazmondás kiemelkedik. Akkor a bátorság megfeleltethető a kegyességnek. Minden további nélkül megfeleltethető. Hiszen mit jelent az, hogy kegyesség? Bár hozzá kell tennem, hogy a Dharma elvei azok sokkal komplexebb fogalmak, mint az erények, tehát sokkal több mindent jelentenek és leírnak, de mégis ez a megfeleltethetés, ez megtehető. Tehát mivel foglalkozik mind a bátorság, mind a kegyesség? Mindegyik az egóval, amit Rádanát Prabhu már bejelentett, hogy biztos sokat fog vele foglalkozni. Valóban mind a kettő az egóra vonatkozik, hiszen az egónak a határait érintő dolgokról van szó, mert a bátorság erény az azt jelenti, hogy az ember akkor is bátran tud cselekedni, és akkor is be tudja tartani az erényt, hogyha fenyegetik az élet. A halálfélelemben van. Ugye? Hogyha az egója megszűnésével fenyeget, még a kegyesség mit mond, hogy akkor is kegyes tud lenni, és akkor is együttérző tud lenni, hogyha az önző érdekei úgy diktálnák, hogy megöljön egy másik embert, vagy egy másik élőlényt, vagy hogy ne érezzen vele együtt. Tehát itt mind a kettőnek a kérdés az, hogy az ego határait azt hogyan határozzuk meg. Akkor a bölcsesség egyértelműen összefügg a tisztasággal. Hiszen mi a bölcsesség? A bölcsesség a jó ideáján való meditációt jelenti Platón szerint. Még a tisztaság mit jelent? Mint erény, vagy mint védikus, darmikus el, nem csak azt jelenti, hogy fizikailag tiszta valami, hanem azt is jelenti, hogy valami jó vagy rossz.
mert a tisztaság elvei egyértelműen megmondják a dolgokra és bekategorizálják a dolgokat jó, tiszta és rossz, tisztátalan dolgokká. Tehát a védikus erénytanban a tisztaság ezt is jelenti, nem csak a fizikai tisztaságot. A mértékletesség és lemondás az pedig egyértelmű a kapcsolat közöttük. Konklúzió, ugyanaz minden kettőnél. Erkölcsös élet az élet célja, a boldogság elérése, és a görög erkölcstan nagyon hasonlít a védikus erkölcstanhoz. Éppen ezért miért ne tekinthetnénk az univerzális erkölcstannak a védikus erkölcstannak? Miért ne? Miért ne tekinthetnénk? És éppen ezért miért ne foglalkozhatnánk a következő négy előadásban részletesebben ezekkel az elvekkel, amik tartalmilag leírják a védikus erényt, az erkölcsi elveket. Erre azt hiszem nincs idő, mert pont most lehet járt az előadásom ideje. De nem lenne teljes, azt hiszem, a megbeszélésünk, vagy az előadásom, hogy nem beszélnénk még egy kicsit a szanátana darmáról, hogy ez mit is jelent. Az a bizonyos első szintű darma, ami a lélekhez tartozik, ami minden élő lénynél ugyanaz. És ez az, ami biztosítja az önmegvalósítást, ami ennek követése biztosítja az önmegvalósítást, a visszamenetelt az örök és örök boldogságra a lelki világba. Azaz, a dharma nem csak biztosítja számunkra az anyagi életben azt az életet, ami a lehető legjobb, hanem még az ahhoz is alapot képez, hogy képesek legyünk koncentrálni az önmegvalósításra, és az önmegvalósítás részeként odaadó szolgálatot végezzük ennek, ami által el fogjuk tudni élni az élet célját. És vissza tudok menni a lelki világba, a Vajsnava elképzelés szerint. És most következik a jutalom gyorsan, mert látom, csak egyetlen egy ember ment el, mindenki végignézte előadást, vagy végighallgatta, és akkor nézzük a filmet. George a tónál hall egy történetet egy párról, akik a tóba veszek, de a férfi holttestét sohasem találták meg. Összeáll a fejében a terv, hogy hogyan szabaduljon meg Alice-től, hogy feleségül vehesse Angela-t. Eközben Alice rájön, hogy George hazudott neki, a tóhoz közeli városba utazik, ahol találkozó George-ral megfenyegeti a fiút, hogy mindent kitállal jó módú új barátainak, ha nem veszi feleségül azonnal. A városházára mennek, de az ünnepnap miatt George pehjére éppen zárva van, éppen ezért George azt javasolja, hogy töltsenek el egy napot a közeli tavon, amiben a lány gyanútlanul beleegyezik. A tóhoz érkezve George láthatóan ideges, és mindenki számára gyanúsan viselkedve csónakot bérel. A tóra evezve Alice a közös jövőről és gyerekükről kezd beszélni, de George érzelemmentes reakciója láttán ráébred, hogy a fiú egyáltalán nem viszonozza a szerelmét. Alice hisztérikussá válik, megpróbál felállni a csónakban, ami felborul, és a lány vele fullad a tóvizébe. George kiúszik a partra, visszamegy Angela-ék nyaralójába, ahol senkinek sem mesél arról, hogy mi történt a tónál. Közben Alice holttestét felfedezik, és az ügyben gyilkossági nyomozást indítanak, amelyben a bizonyítékok és a szemtanúk George-hoz vezetnek. Amint Angela édesapja jóvá hagyja a házasságukat, George-ot letartóztatja a rendőrség gyilkosság vágyával. Bár az esküdcég tisztában van vele, hogy az előre eltervezett gyilkosság végül balesetbe torkollott, mégis felelősnek találják George-ot Alice haláláért, és villamos székáltali kivégzésre ítélik. Ne felejtsük el, ez 50-es évekről van szó Amerikában. Ott azért nagyon kemény világ volt még. George bevallja, hogy megérdemli a halált, mert megmentette volna Alice-t, de nem tette meg. Köszönöm a figyelmet!